Cseri szerez labdát ugyanakkor, Drazsics középen. Cseri egy az egyben visszateszi. Gól! Egyenlít a Mezőkövest! A most beállt Madarász Márk gyakorlatilag az első labda érintéséből a 86. percben egyenlít. Itt kapja Batik, neki áll cselezni Cserivel szemben, úgyhogy ott van középen még Drazsics is. Cseri azonban a második hullámban érkező Madarászt választja, aki nagyon szépen visszahúzza a rövidre. Egyenlít a Mezőkövest, emberhátrányban Madarász első labdaérintései és az első gólja a szezonban.